Egy dombovári cégtől tettek néhány napja bejelentést a rendőrséghez, ugyanis a vállalkozás telephelyéről eltűnt az egyik autó. Kollégáim azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és a cég képviselőjének segítségével kiderítették, hogy az autót az egyik alkalmazott vitte el, aki elismerte, hogy pénteken éjszaka ittas volt, és nem rendelkezik vezetői engedéllyel, de úgy döntött, hogy az autót elviszi magával, és egy kicsit kocsikázik. A férfi útközben elaludt és összetörte a kocsit, ezzel 500 ezer forintos kárt okozott a járműben. Majd valamiért úgy döntött, hogy az éjszaka folyamán mégis visszaviszi az autót a munkahelyére. Ezt követően hazament, és a hétvégéjét élte tovább. Miután a cégvezetője észrevette, hogy a telephelyen mi történt, akkor őt is felhívták, és ekkor ismerte el, hogy az autót ő kötötte el. Kollégáim a férfival szemben járműönkényes elvétele büntet miatt eljárást indítottak. Továbbá, mivel kiderült, hogy a férfinak nincs jogosítványa, vagyis engedély nélkül vezetett, ezért az egyenruhások vele szemben szabálysértési eljárást is indítottak.